ez tökéletes. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal győri ügyfélszolgálatán is mérik az ügyfelek testhőmérsékletét a belépéskor. Fontos a kézfertőtlenítés, és egyéb intézkedést is bevezettek a koronavírus járvány miatt. A NAV Győr-Moson-Sopron megyei ügyfélszolgálatain az ügyfélfogadás ütemezetten történik, ami annyit tesz, hogy annyi ügyfél tartózkodhat az ügyféltérben, hogy az egy méteres, másfél méteres távolságtartás biztosított legyen. Mindenféleképpen nálunk is ugye kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk. Ugyanakkor a kormányablakba csornán, a NAV ügyfélszolgálatán előzetes időpontfoglalás szükséges az interneten keresztül. Ott annyi ügyfelet tudnak fogadni, akik az interneten keresztül foglalnak időpontot. Győrben is ez nagy segítség, hiszen akkor el lehet kerülni az esetleges várakozási torlódásokat. A győri ügyfélszolgálaton tehát nem kell, de ajánlott időpontot foglalni. Rákeresünk Győrre. Központi ügyfélszolgálat. Itt tovább tevékenységet lehet választani, hogy milyen ügyben mondjuk legyen egy adókártya igénylés. És itt jelennek meg a szabad időpontok. Tehát itt ugye 23-ára, itt azért még több szabad időpont is van. Ha nem szükséges a személyes tanácsadás, a NAV honlapján a legtöbb nyomtatvány elérhető, és az adózással kapcsolatos ügyeket is el lehet intézni. Jelenleg is preferáljuk az elektronikus csatornákat, hiszen a NAV-nál nagyon sok minden intézhető elektronikusan, viszont hogyha valaki egy külföldi adóhatóságnak az adatlapján szeretné leigazoltatni a magyarországi jövedelmét, tehát egy külföldi adóhivatalnak a nyomtatványát szeretné használni, ugye mindenféleképpen ott elektronikusan nem tud intézkedni, hiszen ott az aláírásnak eredetinek kell lennie, akkor be tud fáradni az ügyfélszolgálatra, illetve ami még segítség az ügyfeleknek, hogy van a honlapunkon egy PDF formátumban lementett nyomtatványformátum, amit ők ki tudnak tölteni, kinyomtatni, és akkor azt postán is be tudják juttatni az irodába. Illetve vannak más csatornák is, igaz? Itt a telefonra gondolok, a telefonos ügyfélszolgálatra. Így van. A 18-19-es ingyenesen hívható NAV info vonalon tudnak még érdeklődni az ügyfelek az ügyintézésekről, illetve az adózási lehetőségekről. Az idei év tapasztalatai szerint az adózók szívesen választják az online ügyintézést, és egyre ritkábban jönnek be az ügyfélszolgálatra. Valójában az ügyfelek szeretnék az elektronikus csatornákat, viszont arra szeretném fölhívni a figyelmüket, hogy igazolási kérelmet, hogyha e-mailen keresztül juttatnak be, az számunkra nem egy hivatalos formátum, tehát úgy nem tudjuk fogadni ezeket a kérelmeknek a feldolgozását, de azt tapasztaljuk, hogy azért a COVID-helyzet nagyon sok embert elterelt az elektronikus csatornák felé. Az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat, ilyen például a mozgáskorlátozott segítője. Meghatalmazással más adóügyei is intézhetők, a javasolt meghatalmazás minta letölthető a NAV honlapján.